Madáretetés a Zöldfa úti oviban. Felkészült a télre a városgondnokság. Adventi szimbólumok a református egyházban. Jól halad a rendőrség épületének építése. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2017. december 6-án 18 óra 5 perckor. A Madarász Imre Egyesített Óvoda Zöldfa úti óvodájában nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a gyerekek megismerjék a természetet. Ennek jegyében az őszi-téli időszakban a gyerekek etetik az iskola kertjében a madarakat. A Madarász Imre Egyesített Óvoda Zöldfa úti óvodájában nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a gyerekek megismerjék a természetet. Ennek jegyében az őszi-téli időszakban a gyerekek etetik az iskola kertjében a madarakat. Bióvodánk lett a Karcagvárosban először 2008-ban zöld óvoda, és a mi munkánkat átadva, megmutatva a kollégáknak, mindenki kedvet kapott ehhez a munkához. Elsősorban a környezeti nevelést nagyon fontosnak tartjuk, bevisszük a gyerekeket a természet szeretetére, a víz, az élővilágunk szeretetére nevelést, bevisszük a csoportba, nem csak csoportszobai keretek között, hanem helyszíni foglalkozásokon, kirándulásokon, élményszerző sétákon is biztosítjuk a gyerekeknek a természet közelségét, a megismerését, a rácsodálkozását, mert mikor rácsodálkozik a gyermek, akkor utána tudja megismerni, megszeretni a környezetét, és utána később úgy tud majd tenni a környezetért. Nagyon fontosnak tartjuk a környezetvédelem megalapozását, a fenntartható fejlődésünk biztosítását, ezért a csoportban, projektek formájában dolgozzuk fel a zöld jeles napjainkat, amikor is a műveltségi területekhez egy központba vonjuk, és a gyerekek nem csak az irodalomban, énekben, matematikában, tornában találkozhatnak velük, és ez a módszer mi szerintünk hatásos, és komplexen átfogja mindennapjainkat. Most a nagycsoportos gyermekekkel a madarakról szeretnénk majd gondoskodni. Közeleg a téli időjárás, és már most elkezdjük a gyerekekkel a madárvédelmet, a madárakról való gondoskodásnak a fontosságára való felhívást. Ilyenkor még csak néhány madáretetőt behelyezünk el magukat, és rakunk fel a fára madáreleségeket, és igazából a madárkarácsonnyal fog majd ez kiteljesedni, amikor madárkalácsot készítünk a madaraknak, és ezzel is a fenntartható fejlődésre, a természet szeretetére ösztönözzük a gyerekeket. Az óvodánknak ezen a részén kialakítottunk egy ilyen madárbarát kertet, különböző oduk, fészkek találhatók itt, ahol a madarak bátran télen is megtalálják maguknak való eleséget, fürdeni tudnak az avarban, játszani tudnak itt a bokrok között, és ezt nagyon szeretik a gyerekek, és a közeli ablakból ezt télen bármikor meg tudják nézni a gyerekek, rácsodálkozhatnak a természet szépségére, a fontosságára, mert ugye ezek a madarak télen nem találnak maguknak ennivalót, de tavasszal ezt a szeretetet, amit tőlünk kapnak, meghálálják nekünk a rovarok, kártevőknek az elpusztításában. És magával maga a madarak szépsége és magával vonzza a gyerekeket. A tél közelettével a városgondnokság felkészítette gépeit, eszközparkját a téli időjárásra. Felkészült a térre a karcagi városgondnokság, a gépek megfelelő állapotban vannak, ha leesik az első hó, készen állnak a munkára. Az elmúlt évekhez hasonlóan készültünk föl, azzal indult a városgondnokság hóeltakarítási és sikosságmentesítési feladata, hogy a gépeket föl kellett készíteni a téli üzemre. Természetesen itt egy átmeneti állapot van most jelen pillanatban, mert a városban még folynak azok a program szerinti munkák, amelyeket el kell végezni, de a adottság megvan a gépekhez, hogy föl tudjuk a tolólapokat, a sószórókat szerelni. A gépszerelőt egyébként két héttel ezelőtt meg is tartottuk, tudtuk, hogy nem kell még a
takarításba és síkosságmentesítésbe gondolkozni, de voltak már itt váratlan események, hogy novemberben ezt már el kellett kezdeni. Ami esetleg változás az elmúlt évekhez képest az az, hogy egy környezetkímélőbb szóranyagra, sóanyagra tértünk át, amely a úgymond Európa nyugati felén is használatosak. Ez igaz, egy kicsit drágábbak, viszont sokkal precízebben kijuttatható, tehát későbbiekben ami drágább beszerzési anyag, az a kijuttatás minőség és mennyiség pontos beállítása miatt lehet, hogy olcsóbb lesz. Természetesen a puding próbálja az evés, ez az első év meg fogja majd mondani, hogy bevált-e vagy nem vált-e, de a számítás szerint, a modellezés szerint a költséghatékonyabb lesz ez a síkosságmentesítés. 14 géppel végzi a Városgondnokság a téli hóeltakarítást és síkosságmentesítést. Ebben az évben már két új gép is segíti a munkát, ami precízebb munkavégzést eredményezhet. Ha a kis, közepes és nagy teljesítményű gépeket is beleszámoljuk, akkor 14 géppel végezzük. Ezekben van szórógép, van tológép, amelyel a havat tudjuk tolni, de van is, ami kettős funkciójú, tehát szórni is és tolni is tudja. Ami esetleg újdonság még ebben az évben az az, hogy vettünk két nagyobb teljesítményű függesztett rendszerű sószórót, amely sokkal nagyobb manőverezési lehetőséget biztosít a kisebb utcákban is, és az beszélgetésünk elején említett precízebb kiszórás is lehetővé teszi. Hogy van egy ügyeleti rendszer, ezt másképp nem is lehet csinálni, amikor kritikussá válik az időjárás, tehát bejönnek azok a téli napok, amikor várható, hogy síkos utak lesznek, csapadék várható, ami lefagy, vagy esetleg már hóformájában jön, akkor elindul ez az ügyeleti rendszer, ez éjjel-nappalos ügyelet, ha kell, akkor éjszakai havazás vagy síkosodás esetén is beindulnak a gépek. Ez a irányítóra van mindig rábízza, hogy mikor indítja. Van úgy, hogy az 5 cm-es havat csak érdesíteni, vagy esetleg sózni kell, de van olyan is, amikor már meg kell kezdeni tolni, mert látjuk, hogy további hó várható. Általában, ami bevett szokás, alá szoktunk sózni. Ha ez megtörténik, akkor és nagyobb mennyiségű hó esik le, akkor utána megkezdjük a tolást is. Nincsen református, katolikus vagy baptista szimbólumrendszer adventkor, mondta Koncz Tibor, református lelkész. Az advent egy univerzális ökumenikus ünnep. Hasonlóan ünneplik az adventet a történelmi egyházak Karcagon. Az adventi koszorú, a gyertyagyújtás a különböző felekezeteknél megjelenik. Nincsen református, vagy éppen katolikus, vagy baptista szimbólumrendszer, ebben teljesen egyformák vagyunk, tehát az a koszorú, a gyertya, gyújtás, a gérlandok, ezek mind-mind ugyanúgy a különböző felekezeteknél megjelentek, és nálunk is, tehát ebben nincs különbség, éppen ezért ez valóban egy univerzális ünnep, egy ökumenikus ünnep, és mi erre azért fogunk is majd törekedni, hogy ez ki legyen hangsúlyozva, illetve, hogy mi reformátusok tudjunk adni olyanoknak, akik azért nem hozzánk tartoznak felekezetileg, de megtisztelnek bennünket a rendezvényeken. Ma már minden otthonban jelen van az adventi koszorú. A gyertyák szimbolikája azért fontos üzenetet hordoznak számunkra. Eleve az, hogy a szám már önmagában egy fontos üzenet. Kevesen tudják talán, de eredetileg 24 gyertya volt, és szoktam vele viccelődni, hogy hát azért a 24 gyertya mellett nem nagyon volt szükség egyébként világításra. Most azért a egy gyertya meggyújtása, aztán 2, 3, végül pedig 4 valóban egy misztikus hangulatot teremt, és van üzenet. Ugye ez a 4 fajta érkezést üzeni számunkra, tehát ahogyan Jézus az életünkben megjelenik. Az első, az az bizonyos első adventi váradalom beteljesedés, ami 2000 évvel ezelőtt ott a betlehemi istálóban, jászolbölcsőben történt meg, Jézus megszületett. A második, amikor a szívünkben is megszületik. A harmadik, amikor eljön halálunk órájában értünk, és ugye a test és a lélek külön válik a halál pillanatában, és a léleknek külön sorsa lesz. A negyedik pedig ez a bizonyos horizont, hogy majd eljön ítélni élőket és holtakat a hitvallásunk szerint. A színek pedig egyrészt nálunk, reformátusoknál nincs cizellálva a szín, de természetesen tudjuk, hogy a színek üzenetet hordoznak magukban. Elsőrenden azt, hogy
a gyertya színével a bűnbánatra hívást üzeni, az egyház a szimbólumával, hiszen a lila szín az a böjtnek a színe, és hát azt kevesen tudják, hogy a nagy böjt, ami tavasz kezdetén van, mellett van egy kis böjt, ez a mostani időszak. Advent az tehát egy bűnbánati időszak is, és a rózsaszín pedig az az öröm színe. És hát ez a kettő manapság a 21. század emberének nem nagyon szokott összeférni, mert vagy sírunk, vagy nevetünk, bár a magyar a sírva is tud nevetni, meg örülni, vigadni, de ez a kettőség azért fölhívja a figyelmet arra, hogy rendben van, örüljünk annak, hogy isteni szeretetnek megvannak a jelei, meg az életünkben megvannak a tapasztalásai, de hogy erre méltók vagyunk-e, kellően hálásak vagyunk-e ezért, van-e valami gyümölcse ennek az életünkben, és hogyha ezt egymás mellé tesszük, akkor azt mondjuk, hogy csak annak tudunk örülni, hogy bár a mi életünkben elég sok gond, baj és teher van a saját butaságunk miatt, engedetlenségünk miatt, tudatosan sokszor a bántalmazások miatt, de ennek ellenére szeret az Isten, és ez az igazi szeretet, mert hogyha csak azt szeretjük, aki jó hozzánk, hát azzal aztán nem mondom, hogy nagy teljesítményt tettünk le az asztalra, de pontosan az az idő eszünkbe juttatja, hogy Jézus megszületés, és az, hogy eleve szeret az Isten, ez mennyire nem emberi kategória, és ezt valóban lehet ünnepelni, és lehet örvendezni a fölött. Előre haladott állapotban van a rendőrség épületének építése. A csaknem 1 milliárd forintos beruházás befejezése a jövő év elején várható. Előre haladott állapotban van a rendőrség új épületének építése Karcagon. Mint ismeretes, a belügyminisztérium, az országos rendőrfőkapitányság, a Jászhegyen Szolnok megyei közgyűlés és Karcagváros önkormányzata együttműködésének köszönhetően kezdődhetett meg a munka 2017-ben. A 2017. október 13-ai ünnepélyes rendezvényen az új épület alapkövét dr. Kontrát Károly parlamenti államtitkár, Kovács István rendőr vezérőrnagy, gazdasági országos rendőrfőkapitány helyettes, Kovács Sándor, a megyei közgyűlés elnöke, Dobos László polgármester, dr. Urbán Zoltán rendőr dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány, Teleki Zoltán rendőr alezredes, a karcagi rendőrkapitányság vezetője, és Sánta József, a KUN Karcagi Városvédő és Szépítő Egyesület tiszteletbeli elnöke közösen helyezte el. A létesítmény alapköve alá egy időkapszulát rejtettek, amelybe a Jászhegyen Szolnok megyei rendőrfőkapitányság állományjelzőjét és a Karcagváros önkormányzatának azon határozatát helyezték, amellyel a telket a beruházáshoz rendelkezésre bocsájtotta. A csaknem 1 milliárd forintos beruházás befejezése a jövő év elején várható. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!